Elkészült a legélhetőbb romániai városok rangsora. A felmérést több mint 4 millió személy megkérdezésével készítette a Storia.ro ingatlan közvetítő szakportál a D&D Research kutatóintézettel partnerségben. A részleteket Vasgál Lórend ismerteti. Melyik romániai városban érdemes a leginkább lakni? Erre a kérdésre keresték a kérdőíves felmérésben a választ különböző szempontok figyelembevételével. A válaszok összesítése után a megélhetési költségek, a biztonság, a tisztaság, a zajszint, a közlekedési körülmények és a szolgáltatásokhoz való hozzáférés alapján rangsorolták a romániai városokat. Mutatjuk is ezen a térképen, hogy melyek a legélhetőbb települések. Nem meglepő, hogy az első 4 helyet erdélyi városok foglalják el. Az ország legélhetőbb városa Brassó. Második a rangsorban Nagyvárad, dobogós Kolozsvár, a negyedik helyen pedig Nagyszeben áll. A rangsor utolsó helyére Alexandria került. Mutatjuk a rangsort az élhetőség különböző komponensei alapján is. A közbiztonság szempontjából Brassó, Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyszeben és Sepsiszentgyörgy az élóvasok. A megélhetési költségekkel a nagyváradiak, a kolozsváriak, a nagyszebeniek és a pitestiek a legelégedettebbek. Ami a városok tisztaságát illeti, Brassó, Nagyvárad, Kolozsvár, Nagyszeben, Sepsiszentgyörgy és Csíkszereda vezetik az országos listát. A legpiszkosabb városok közé tartozik Alexandria, Szatmárnémeti, Kölörás és Resicabánya. Brassó számít a legcsendesebb városnak. A rangsorban Nagyszeben, Csíkszereda és Kolozsvár következnek. Alexandria ilyen tekintetben is utolsó. A közszállítást illetően ugyancsak erdélyi városok vezetnek. Az első helyet Nagyvárad foglalja el, megelőzve Brassót, Kolozsvárt, Nagyszebent és Temesvárt. Az utolsó helyen Csíkszereda áll. A legélhetőbb város negyedek rangsorában a brassói Rakodó negyed az első, ezt követi a marosvásárhelyi Somostető és a kolozsvári Grigorescu negyed. A felmérés egyébként kitért arra is, hogy mely városokban érdemes a leginkább tanulni. Az adatokból az derül ki, hogy Gyúgyú, Alexandria, Fogsány, Zila és Brăila aligha biztosít lehetőséget a minőségi oktatáshoz való hozzáféréshez. Azt azért érdemes megemlíteni, hogy az oktatás szempontjából a legrosszabb 10 helyen rangsorolt romániai városban az országos átlaghoz viszonyítva 70%-kal magasabb a munkanélküliségi arány. A felmérés szerint a minőségi oktatáshoz való hozzáférés Nagyváradon, Brassóban, Pitesten, Marosvásárhelyen és Kolozsváron a legmagasabb, azaz főként azokban a városokban, amelyekben a munkanélküliség szintje közelíti a 4%-ot. Ugyanakkor, bár a felmérés nem tér ki rá, a magyar kisebbség számára nem biztos, hogy oktatási szempontból ugyanígy alakulna a rangsor, hiszen az iskoláknál nem vették figyelembe az oktatás nyelvét. A felmérés 2016 és 2017 között készült 258.948 személy megkérdezésével.